tánctudásokat is megmutatták a fiatalok az ünnepi esemény elején. Az útra való ösztöndíjprogram eredmény hirdetésére gyűltek össze a diákok és a tanárok az iskola tornatermébe. A településen 800 hátrányos helyzetű fiatal él, közülük 150-en pályáztak az útra való programra. Rádúj Zsolt, tiszavasvári alpolgármestere azt mondta, az önkormányzat is mindent megtesz a szociális különbségek csökkentése érdekében. Nemrégen kaptuk meg a támogató okiratot, hogy közel 590 millió forintos komplex felzárkóztató programot tudunk indítani, pontosan azért, hogy a két városrészben, a Bűdi és a Szélesúti városrészben élő gyerekek a következő években el tudjanak jutni egy olyan szintre, hogy mindenki minőségi képzésben, oktatásban részesüljön. Ez már egészen a csecsemőkortól indulva, a biztos kezdett gyerekház, a tanodák, ugye egy másik nagyon fontos intézményrendszer, és az útravaló program ebbe szervesen bekapcsolódik. Nekünk pedig az a célunk, hogy itt Tiszavasváriban minden gyerek jól érezze magát. A dohányzás káros következményeire is felhívták a festményeken a figyelmet a tiszavasvári fiatalok. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a tudás, a tanulás érték, amit Tiszavasváriban is annak tartanak a diákok. Érdemes tanulni, bármilyen helyzetben van az ember, hogyha van benne motiváció, hogy ő többet akar, több tudást akar, ki akar emelkedni abból a hátrányos helyzetű környezetből, amelybe született, akkor felnőtt korára a tanuláson át, az ismeretek megszerzésén át sikeres felnőtt lehet, sikeres családanya vagy családapa, sikeres, de nem csak egyéni életében a családban, hanem sikeres lehet egy közösségben is, ahol él, azon a településen, ahol él, mert én vallom azt, hogy egy település, egy közösség csak akkor lehet sikeres, ha sikeres emberek vannak benne, és hát végső soron, ahogy egy nagy költőnk írunk írta, I. és Gyula, hogy egy nagyobb közösség tagjaként, a nemzet közösségének tagjaként, akár a többségi, akár a kisebbségi társadalomhoz tartozik, sikeres lehet. És példát mutathat a másoknak. Tiszavasváriban tartották az útravaló ösztöndíjprogram eredmény hirdetését. Sztojka Attila, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos azt mondta, 2010 után jelentős változást hajtottak végre a támogatásokban. A polgári kormány az, aki teljesítmény alapúvá tette az egész ösztöndíjrendszert, és több mint háromszorosára emelte a legkevesebb ösztöndíj mértékét, ami 9000 forint. De ha már a növekedést mutatjuk, akkor azt is el kell mondanom önöknek, hogy a maximális összeg 8-szorosára növekedett 2010-hez képest. 20 ezer forint is elérhető az útravaló ösztöndíj rendszernek köszönhetően. Ezen túlmenőleg az idei évben a tavalyi évhez képest is növekedett a keretösszeg, ami 157 millió forint plusz keretet jelentett. Ez adja a lehetőségét annak, hogy a mai napon 1 milliárd 750 millió forintnyi ösztöndíjat tudunk folyósítani a nyertes pályázók esetében. És a diákok nem pusztán csak ösztöndíjban részesülnek, hanem nagyon komoly mentorálásban is. Minden egyes diákhoz mentort rendelünk hozzá, ennek keretében a 10 000 diákhoz 4 000 mentort rendeltünk hozzá, és adunk támogatást a mentoroknak. A program keretében a tanulók 7. osztályos koruktól a felsőoktatásba való bekerülésig kapnak mentori segítséget és ösztöndíjat, korosztálytól és tanulmányi átlagtól függően, akár havi 20 000 forintot. A mentorok minden esetben havi 11 000 forintot kapnak.